A tisztálkodás elengedhetetlen az egészséges élethez, éppen ezért egy kicsit meglepő lehet, ha azt mondom, hogy a mindennapi fürdés azonban nem feltétlenül jó számodra. Hogy miért? Azért, mert a túl gyakori tisztálkodás szárítja a bőrt, továbbá olyan természetes olajokat és baktériumokat távolít el a bőr felszínéről, amelyek védik testünket, de erről egy kicsit később. Feltételezzük, hogy ahol élsz tisztaság van, így otthon egy kilincs vagy bútor megfogása után nem kell aggódj a baciktól. Ha pedig az utcára kimész, jó esetben ruha van rajtad, ami nem csak azért jó, hogy eltakard és melegen tartsd magad, hanem az előbb említett baktériumok rátkerülését is megakadályozzák, mivel a ruhának köszönhetően bőröd nem érintkezik semmivel. Kezünk persze szinte mindig szabadon van, így annak mosása rendszeresen ajánlott, mivel egy koszos kézzel való szemdörzsöléssel, arcvakarással, szájbanyúlással már betegé is tehetjük magunkat. Most pedig tegyük fel, hogy valaki úgy dönt, többé nem fürdik le. Az adott emberkével a következő dolgok történnének. A napok, hetek, hónapok alatt összegyűjtött baktériumok elkezdenék megenni a fehérjéket, valamint az izzadságban lévő zsírsavakat, aminek következtében teste büdös lesz. A koszos bőr vakarózással fog járni, ami odáig fajulhat, hogy bőrét megsérti, amivel zöld lámpát ad a szervezetbe jutásra a baktériumoknak. Ez pedig súlyos fertőzésekkel, betegségekkel jár. Tehát a tisztálkodást nem érdemes hanyagolni. De mi a helyzet a túl gyakori fürdéssel? Szinte mindenkivel megesett már, hogy egy-két napot eltöltött zuhanyzás nélkül, amivel semmi baj sincs, mivel a túl sok fürdés árt a bőrnek, hiszen szárítja, valamint lemossa róla a természetes olajokat és védőréteget, ezzel kis töréseket okozva, amelyeken keresztül a baktériumok könnyen bejutnak a szervezetünkbe. Szakemberek tanácsára a legjobb, ha napi szinten csak azokat a testrészeinket mossuk meg, amelyekből bűz áradhat, úgy mint a hónaj, az ágyék és a fenék. Testünk többi részét pedig, ha nem sportolunk vagy dolgozunk piszkos helyen, elég 2-3-szor egy héten megmosni. Te hányszor tisztálkodsz egy hét alatt? A választ írd meg egy kommentben, és ha tetszett a videó, ne felejtsétek el lájkolni és megosztani az ismerőseitekkel. Találkozunk a következőben. Sziasztok!